A 2013. februárjában indult közös projekt témája Szeged és Szabadka város összehasonlítása a középkortól egészen a szecesszióig. A pályázat valójában különböző szakaszokra van felosztva. Ennek a szakasznak az első részét fejeztük be, amikor is valójában a diákok az oktatókönyv szükségletére fényképeket készítettek Szeged és Szabadka épületeiről. A közel 50 diákból és mintegy 15 tanárból álló csapat már megkezdte a munkát, hiszen az elmúlt héten Szegeden fotóztak, most pedig Szabadkán készítettek képeket. Az első komolyabb munka az épületek összehasonlítása, fölmérése, fotózása, annak a nyomdai munkái, ezek úgy tűnik, hogy már szépen haladnak előre. A 2013. februárjában indult és egészen 2014. júliusáig tartó közös munka során a két iskola diákjai oktatási kézikönyvet, oktatási filmet és számítógépes szoftvert is készítenek. Szerdán voltunk Szegeden, amikor a diákjaink közösen fényképezték a szegedi iskolát, valamint a mi diákjainkkal valamilyen módon a makettozáshoz és a makettáborhoz készültünk fel, amit itt valamilyen módon ki is van állítva és meg bírunk mutatni. Modellező tábort szerveznek a tanulóknak a szegedi Ferencesek temploma és kolostora, valamint a Szabadkai vár makettjének elkészítésére. Ha egy építészeti iskolába vagyunk, itt Szegeden, illetve Szabadkán is, akkor hát úgy gondolom, hogy a jövő építészei, akiknek feladatuk lesz valamilyen szinten ezt tovább örökíteni, én nem mondom, hogy sokkal lehet egy modernabb formába, de ezek olyan gyökerek, olyan alapok, amire úgy érzem, hogy lehet építkezni. A két iskola reméli, hogy a program gyümölcsöző lesz, és erős szakmai együttműködés és jön létre. A közös munka során új barátságok szövődnek a tanárok és diákok között.